Beszélgessünk arról Bulcsú nyomán, hogy mit gondolunk arról, magára hagyta-e a nyugat 1956-ban Magyarországot? Én onnan vetném fel ezt az egész kérdést, hogy mondjuk nyilván vannak ilyen axiómák az én fejemben, ami nem kell feltétlenül, hogy igaz legyen, de mondjuk ezek az axiómáim az egyik. Például transzfóbel J.K. Rowling. Az csak faktum, az csak tény. Na, az egyik ilyen axiómám az az lenne, hogy mondjuk 45 óta az a doktrína, vagy legalábbis a, hát igen, mondjuk 45 óta az a doktrína, hogy a NATO vagy az Egyesült Államok, illetve Oroszország, mint a legnagyobb, mint a két legnagyobb atomhatalom között nyílt háború nem lehet, nem lehet hadüzenet a két ország között, és ezt a doktrinát még akkor is rettetesen erősen tartották, amikor a két ország között fegyveres konfliktus volt, volt itt rendőri akció, meg mindenféle neveket adtak ennek a dolognak, mert abban a pillanatban, hogy valaki kimondja, hogy a két világ vezető nukleáris atomfegyverekkel rendelkező hatalma a háborúban áll egymásba, az elképzelhetetlen forgatókönyvet jelent. Ez mondjuk az axióma egyen. Ha ezt az axiómat el tudjuk fogadni, hogy ez nem lehet, akkor ez eléggé adódik, hogy arra a kérdés, hogy részt vegyene Magyarország, vagy részt vegyene NATO-Ukrajna függetlenségi, vagy nem függetlenség, szabadságharcában, vagy honvédőháborújában, mondjuk, arra elég egyértelműen az a válasz, hogy nem. És ha viszont ezt a kettőt elfogadjuk, akkor ebből a szempontból más megvilágításba kerül az, ami 56-nál is történt, és én azt mondom, hogy egyszerre nem lehet a kettőt tartani. Tehát nem lehet azt kérni, hogy ne vegyen részt a NATO Ukrajna felszabadításában, vagy a Ukrajna honvédőháborújában, és nem lehet azt gondolni, hogy a nyugat magára hagyta 56-ban Magyarországot. Na hát, azt hiszem így vetődik fel a kérdés, hogy van-e ilyen, hogy Ukrajna, legalábbis ez a komment, orosz párti kommenteknek a leggyakoribbika ez ha jól figyelem a kommentmezőket, hogy létezik-e egyáltalán ilyen, hogy Ukrajna, meg a másik népszerű megjegyzés az az, hogy nem akarok meghalni Ukrajnáért. Nem akarok atombombát kapni Ukrajnáért. És én értem ezeket a szempontokat, csak tudjuk és értsük, hogy valami ilyesmi hangozhatott el 1939-ben, amikor Hitler lerohant a Lengyelországot. Ott is bizonyára értelmiségi körökben, nyugaton elhangzott ilyen a szalonok mélyén, hogy nem akarok meghalni Lengyelországon. Ez nem a mi ügyünk. Nem a mi ügyünk. Van-e egyáltalán ilyen, hogy Lengyelország? Létezik-e ilyen, hogy Lengyelország? Ugye a lengyel államiság az jó hosszú ideig szünetelt. Ez egy anomália, hogy Lengyelország. Ez az anomália, ez a történelemben többször megszűnt. Hát most megint megszűnt, ugye Sztálin és Hitler felosztotta egymás között ezt a problémát, hogy Lengyelország, és kész, hát törekedjünk a békére. Arca a béke felé. Münchenben meg aláírta az egyezményt. Ja, hát most sértette meg, lehet, hogy most sértette meg, de hát most ez a Lengyelország, most emiatt a Lengyelország miatt akarjuk. 1956-ban már bőven volt atombomba. Már bőven volt atombomba. Nyilvánvaló, hogy elhangzottak ezek az érvek ugyanígy nyugati szalonok mélyén. Nem akarunk meghalni Magyarországért. Egyáltalán van-e ilyen, hogy Magyarország? Mert hogyha úgy döntünk, hogy nincs Magyarország, vagy leírjuk, hogy nincs Magyarország, megjelentetünk egy cikket a Le Monde-ban, hogy nincs Magyarország, akkor tulajdonképpen nincs is ez a probléma, és nem kell meghalnunk miatta. Hát ez már nagyon sokszor elhangzott a történelemben, csak tudod, aki így beszél, aki így gondolkodik, azért el fognak jönni, és akkor majd legközelebb úgy fog felvetődni a kérdés, hogy van-e ilyen, hogy Ausztria? Aztán meg úgy, hogy van-e ilyen, hogy Svájc, vagy van-e ilyen, hogy Franciaország? Mert akkor majd csak az Atlanti-óceán állítja meg őket. Tudod, így is hozzá lehet állni, tehát hozzá lehet állni így más népekhez, hogy van-e ilyen, majd más népek, majd Amerika megkérdezi magától, hogy van-e ilyen, hogy Európa. Akarok-e én meghalni az atombombától Európa kedvéért? És ugyanígy az lesz rá a helyes válasz, hogy nem, akkor most nincs ilyen, hogy Európa, Ázsia van, mostantól Európa, Ázsia.
és kész. Tudod, hogy hol van ez a határ? Tehát, hogy valahol meg kell húzni a határt, és felelősséget kell vállalni, és igenis vérrel kell fizetni a szabadságért, mert aki nem fizet vérrel a szabadságért, azt leigázzák. Ez a történelem farkas törvénye. Ugye a Chamberlainizmus jut erről eszembe, amikor a Chamberlain visszatért Londonba, és közölte, hogy Adolf Hitler az egy úriember, lehet vele tárgyalni, béke lesz Európában. Ő megegyezett Adolf Hitlerrel, béke lesz Európában. És ünnepelték a bölcsességüket, hogy a háborús úszító Churchillt elutasították, és ezt a békeszerző embert választották. Így van, és a Churchill volt az, aki először felhívta arra a figyelmet, hogy nem lesz vége. Ahol a vér és föld érvelés elhangzik, magyarul, hogy ezek a mi véreink, hát ezek ugyanúgy németek, ahogy mi, csak hát a történelem viharai elvették tőlünk, az először elhangzik, annak soha nem lesz vége. Ezt egyszer már pontosan így végignéztük. Az a fajta csak szerintem nagyon pontos az olvasatod. Annak kapcsán, hogy amikor a morális felelősség alól ki kell bújni, akkor nagyon hamar előjönnek ezek a nemzetállam relativizáló dolgok. Ugyan már mik azok a határok típusú kérdések, meg egyébek. Szerintem ez rettetesen pontos olvasat. De a másik, ami eszembe jutott, az az, hogy például azt tudjuk, hogy 56 kapcsán az amerikai politikának egy nagyon komoly válsága volt 56. Tehát az egyáltalán nem volt egy könnyű döntés. Kifejezetten felmerült az, hogy vállaljanak-e a Szovjetunióval nyílt katonai konfliktust Magyarország függetlenségének megőrzései érdekében. Sőt, még az is felmerült egyébként, hogy atombombát vessenek be a bevonuló oroszok, nagyjából Ukrajna területén egyébként. Épp akartam kérdezni, hogy hol is? Igen. Tehát még ennek a lehetősége is felmerült, amire ugye Eisenhower, mint volt katona, azt mondta, hogy ez nem vállalható, csak hogy akarom mondani, hogy ez egy komoly morális döntés volt, ahol azt mondták, hogy egy potenciális világháború által okozandó kár az egy akkora iszonyatos emberi tragédia a modern fegyverek tekintetében, hogy ezt nem léphetjük meg. Én kétfajta humanizmust utálok, de az egyik, a felelőtlen humanizmus, az, amit rettetesen ki vagyok, az például ez, hogy menjünk és harcoljon a NATO Oroszországgal szembe Ukrajna függetlenségéért. Én nem tudom elengedni azt a doktrinát, hogy a harmadik világháború elkerüléséhez mindent meg kell tenni, és ezügyben lehet, hogy pont én vagyok a Chamberlain is, de ez akkor sem zavar. Azt gondolom, hogy addig, amíg nem történik nyílt katonai konfrontáció a kettő között, és addig mindent meg kell tenni, hogy ehhez más csatornákat találjunk, amivel a orosz felett igába lehet hajtani, vagy meg lehet törni a lelkesedését. Nem úgy fogalmaznád ezt inkább, hogy a harmadik világháború elkerülése érdekében semmit nem kell tenni? Tehát mindent meg kell tenni, hogy ne tegyünk semmi olyat? Hogy itt nem pozitívan érzem ezt megfogalmazottnak, hogy mindent meg kell tenni, hanem óvakodni kellene, hogy tegyünk valamit. Nem, mert ez az viszont a putyini érvelés lenne, tehát akkor nem szállítok fegyvert, nehogy a Putyint felhúzzam. Ja Istenem! Úristen, hogy nézte a Putyinra? Meg lájkoltad-e a fotóját, meg ilyesmit? Tehát akkor belemegyünk ebbe az elnyomó logikába, tehát nem. Szerintem mindent meg kell tenni, hogy racionális keretek között elkerüljük a harmadik világháborút, de nem kell minden megtenni, amit egy agresszor elvár. Ugye ezt a fajta bluff taktikát, ugye ezt a játékelmélet is vizsgálta, jellemzően az orosz külpolitikát, hogy mindig emeltek egy tétet, cserébe háborúval fenyegetőztek. És akkor az volt a sima a játékelméleti jó válasz, hogy engedték ezt a dolgot, mert még mindig kisebb a veszteség, mint a potenciális háborúnak a katasztrófája. Csak ez egy-egy játszmában az egy tök jó racionális taktika. De amikor századszor játsszák el veled, akkor van egy fordulópont, és már nem éri meg engedni ennek a dolgnak, és ez a Churchill-i logikának is most a lényege. Ha viszont ezt most belátjuk, és képesek vagyunk elfogadni ezt a logikát, akkor remélem eljött az a történelmi pillanat, amikor azt is átértelmezzük, ahogyan 56-ban a nyugati világ tekintett ránk. És ettől ezt a fajta sérelem logikát, amiben élünk, ezt képesek vagyunk egy nagyobb perspektívából nézni.
Igen, de tudod, szerintem egyrészt Cserben hagyni, a nyugat Jaltában hagyta Cserben Közép-Európát. Hú, de igaz. Meg akkor, amikor a jugoszláv partraszállást eldobták, tehát hogy igazából ott volt egy ősbűn, amit nyilván meg lehet védeni racionális érvekkel, de mégiscsak ősbűn volt, és mi csak nem is felénk a legnagyobb, hanem a lengyelekkel szemben, akik ugye háborúba szálltak, majd oda dobták az egész országot Sztálinnak. A probléma szerintem nem a nagyhatalmi logika a 56-tal, mert ezt el tudja szerintem a magyar társadalom fogadni, meg értjük, hogy mi történik, mi forog kockán, stb. Tudod, a probléma az kifejezetten a szabad Európában lévő folyamatos háborús úszítás, ahol mondták, hogy tartsatok ki, jönni fogunk. Tehát ez az, ami viszont teljesen morálisan minden szempontból tarthatatlan. Abszolút. És azt gondolom, hogy a jobboldali mitológiában az igazán nagy árulás, ezt tartják az igazán nagy árulásnak. Nagyon fontosnak tartom ezt a kiegészítést. A jönni fogunk az volt a végső árulás. Miért? Miért mindezt? Hogy 4 napig, vagy még 5 napig tartsák az állásaikat a magyarok, várják a felmentést, és ezáltal a nyugat több kredittel rendelkezzen, több nagyobb zsarolási potenciállal rendelkezzen, több sérelem, több fölhánytorgatható sérelme legyen. Igen, nagyobb média élményt keltsen ezzel, az nyilván gyengíti a keleti blokkot, jobban eltereli a figyelmet Suezről. Tehát ilyen szempontok mentén halljunk még 4, vagy 6, vagy 8 napig, várva, hogy ők jönnek, mikor el se indultak. És akkor egy másik érdekes szállat vetnék fel, ez ugye nemrég jött ki, arról elég sok minden kiderült, hogy a CIA milyen, vagy inkább úgy mondok, az amerikai titkosszolgálati szervek mennyire aktívan dolgozták ki azt a koncepciót, hogy a Szovjetuniót be kell az afganisztáni háborúba rángatni, és ennek egészen pontosan megtervezték a forgatókönyvét, és végül is ezt végre is hajtották. Ez nagyjából tudott volt, de most azért elég jól le van dokumentálva ez a történet, illetve elérhetőek ezek a dokumentumok. Ami az érdekes, az az indoklás, az az egyik indoklás. Az egyik legfontosabb oka ennek az egész akciónak az volt, hogy azt várták tőle, hogy a keleti blokk, hát illetve mi, ez a visegrádi blokk, ez hamarabb fog tudni felszabadulni a vasfüggöny alól, hamarabb várható a Szovjetunió összeomlása, és ezen belül például Magyarország függetlenségének visszakapása, mintha ezt nem lépik meg. Ez egy nagyon fontos szempont volt ennek a sakkjátszmának a kiszámításában, és egyébként ez a játék, ez elképesztően be is jött, és hozzá is járult a vörös hadsereg mitológiának összeomlásához, az ebben járó gazdasági erőfeszítésekhez, és így a Szovjetunió felbomlásához. Az egészen irónikusan csodálatos az egészben, hogy az amerikaiakra ez hogy ég rá 2001-ben ez az egész történet. Csak néha hová vezetnek egy történetnek a morális szálai? Hogy mit gondoljon erről az ember magyarként, erről az egész történetről? Mert ha csak pusztán a praktikus elveket nézem, akkor azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon helyes, hogy ez elindult ez a dolog. Ha viszont egy kicsit máshonnan nézem, azt kicsit mélyebbről nézem, akkor azt mondom, hogy igen, és ezek voltak azok az ősbűnök, amelyek egyébként nekünk retteltesen jót tettek, de adott esetben ezek voltak azok az ősbűnök, amelyek ehhez a teljesen kifordult 21. századi geopolitikához vezettek. Azt mondtad, hogy axióma, úgy, ahogy mondjuk ez nem axióma, de mondjuk, hogy tudományos felfedezés, hogy a fénysebességet nem lehet átlépni, és hogyha mégis megközelíti valami, akkor a tér és az idő torzul helyette, hogy ha nem lehet nyílt háború, ugye erre mondtad, hogy ez volt az axióma az USA és Szovjetunió között, akkor
akkor ennek a szabálynak a minden körülmények között való megőrzése érdekében valami más korrumpálódik, olyan, amit egyébként érinthetetlennek gondoltál. De tudod, az emberi élet, meg az egy komplett ország jólétének a kockáztatás, és mondjuk nem Afganisztán esetében hanyatszorra hat szintér az az ország. Persze, hát ezt a borány... Ezekre hivatkozunk úgy, hogy szatellitháborúkban vívták meg a... Igen, abszolút. De magunkat soha nem soroljuk ez alá a fogalom alá. Hogy nyilván nem háborúnak tekintjük, tudod, hanem 56-ról az ellenállásunk kapcsán emlékezünk meg, miközben ugye... Hát szerintem úgy kell látni ezeket a háborúkat, hogy ezekre a háborúkra igenis szükség van. Mégpedig a fegyvergyártó cégeknek van szükségük, illetve a Pentagonnak van rá szüksége, illetve az Kremlnek van rá szüksége, illetve az ahhoz tartozó orosz fegyvergyártóknak van rá szükségük. Egyszerűen a háború expója, a fegyvergyártás expója a háború. Tehát olyan, mint az autógyártásnak a Genfi autószalon, vagy a Forma 1. Hát egyszerűen azokat a fegyvereket, amiket legyártanak, harci körülmények között kell kipróbálni ahhoz, hogy abból tényleges következtetéseket le lehessen vonni. Ha nincs háború, nem tud a fegyvergyártás modellezett körülmények között, laboratóriumi körülmények között nem tud a fegyvergyártás fejlődni. Úgy tud a fegyvergyártás fejlődni, hogyha harcászati helyzetben azokat a fegyvereket kipróbálják. Ehhez is kellenek ezek a proxy háborúk. Én nem állítom, hogy a vietnámi háborúnak ez az egyetlen faktora. Én nem állítom, hogy akár az afganisztáni háborúnak, akár most az ukrán háborúnak ez az egyetlen faktora. De minden egyes proxy háborúnak az okai között ott van ez is. Egyszerűen háború mindig volt a történelemben, és kell is, hogy legyen háború, mert egyszerűen eleve, ha nincs háború, ha már nem volt 30 éve háború, mire rendeli be az újabb fegyvereket az amerikai állam, meg az orosz állam? Mire rendeli be, mire kellenek ezek a fegyverek? Ahhoz, hogy te azt a fegyverzett költségvetést, azt egyáltalán el tud fogadtatni a saját törvényhozásoddal, ahhoz kellenek a háborúk, kellenek azok a szituációk, ahol igenis meg kell védenünk az érdekszféránkat. Szerintem a háború az a birodalmak természetéhez egész egyszerűen hozzátartozik. Nagyon kevés olyan birodalom volt, mondjuk pont a kínaiak, amik viszonylag keveset háborúztak, de legalábbis offenzív hódító háborút, de azért polgárháborút menedzseltek jó párat, jó véreset. Tehát én azt gondolom, hogy a háború az egész egyszerűen az kódolva van az emberiségben, kódolva van a működésünkben. Az történik, hogy amikor elkezd egy ország fegyverkezni, egy ponton túl nem arról szól, hogy ki akarja próbálni a technológiát, mert ki tudja azt próbálni ezer más módon is, el tudja küldeni külföldre, el tudja adni, pénzt tud csinálni belőle, hanem egész egyszerűen azt érzi, aki beruházott ebbe, hogy hatalma van, hogy ökle van, hogy izomzata van, és hogyha öklöd, izomzatod, hatalmad van, akkor másként lépsz fel a kocsmába, másként viszonyulsz a sértésekhez, a bántásokhoz, az igazságtalanságokhoz, mint hogyha egy gyenge fizikumú szerencsétlen lennél. Tehát az a helyzet, hogy ha van fegyver, akkor lesz önbizalom, ha lesz önbizalom, abból lesz mindig egy offenzív külpolitika, és egész egyszerűen ezt magát az emberi természet magyarázza, mert pont ugyanígy működünk mikroszinten, mint ahogy birodalmi makroszinten. De azért jó páran képesek vagyunk úgy élni, hogy nem verekszünk, hogy nem megyünk lakocsmába, hogy most már szét kell ütnöm valakinek az arcát, mert ez az emberi természethez tartozik. Tehát a kultúra is az emberhez tartozik, nem csak az a belső természet, vagy az a belső sötét démon, amelyik, hát ha jön az önbizalom, muszáj az embernek emberkedni, lemenni a kocsmára, azt le kell emberni valamit. Én láttalak téged vezetni, higgyed el, hogy így működik nálad is. És mivel a kultúra az ember életének nagyon fontos része,
engedjétek meg, hogy meghívlak titeket. Március 26-án lesz az Instantban egy tripla koncertünk. Nekünk 7:30-kor kezdődik. Csak azért promózom ezt, mert ilyen nem lesz. Még egyszer. Nekünk az Imitationre vonatkozik. Az Imitationnek lesz koncertje, csak még nagyon gyorsan, tehát 3 koncertünk lesz kb. Az évben. Ez lesz a legdurvább, szerintem, mint zenei élmény, és kivételes. Kaltenecker Zsolt fog előtt egy nagyon speciális szettet játszani az elektroalbumáról. Ugye a Zsoltot nem kell bemutatnom, az ország legvirtuózabb zongoristája, aztán az Imitation játszik, vagyis én és a Pápai Zsanát. A Gyémánt Bálint, az ország legjobb gitárosa lesz a vendégzenészünk, a Kaltenecker Zsolt mellett. Utána pedig a Portlandék fognak egy záró DJ szettet játszani. Én azt gondolom, hogy ha valamire érdemes eljönni, akkor ez tud az lenni. Speciális támogatónk a reklámhasznos.hu és az aranyások.hu. Köszönjük szépen a mai figyelmeteket is. Sziasztok! Sziasztok. Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, Sándort, Dénest és Annát várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorsávjában.